stúdióban köszöntöm Horváth Csabát, Zugló polgármesterét. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. No, már az előtérben azért beszélgettünk. Ha már említettem önnek az előtérben azt a hírt, amit nyilván ön is olvasott, meg egy csomó ember olvasta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester, hogy reálisan, szerényen kinek mi az ízlés, amely el fogja dönteni, de lehet, hogy egyébként nagyon őszintén saját magának, mint egy érdemi egy az elmúlt egy éves tevékenységére, hogyha jól figyeltem, akkor 4-es alát adott, ugye? Jól figyeltem? Igen, azt én is úgy emlékszem. Jó, majd arra is megkérném, hogy majd ezt ön is értékelje, de kíváncsi lennék, hogy ön hányast adna magának az elmúlt egy évre, mint Zugló polgármestere? Ha reálisan értékelném, akkor azt mondom, hogy egy 4-es fölé, és én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely is 4-es fölé. Nem azért, mert... Tehát jobban teljesített, mint Karácsony Gergely? Én azt gondolom, hogy ő ugyanolyan jól teljesített. Tehát de jó, de ő 4-es alát adott magának. Hát miért nem ezt veszi alapul? Mert én viszont 4-es fölé adtam neki is. És megmondom, hogy miért. Tehát nem az elért eredmények alapján, mert az elért eredmények nagyon sok tekintetben a kormánytól, mint külső szereplőtől is függ. Viszont azok az ügyek, a város élhetőségét javító beavatkozások vagy gondolatok, programok, amelyek megjelentek az elmúlt egy évben, azok Budapest életét jobbá fogják tenni, és már napról napra jobbá teszik. Ugyanúgy, ahogy én, amit elindítottam Zuglóba, ezek a zuglóiak életét pozitív irányba befolyásolják. De ha az a kérdés, hogy elértem-e minden eredményt, amit egy évvel ezelőtt terveztem, hogy időarányosan el fog kérni, akkor nagyon határozottan az a válasz, hogy nem. De ebben sajnos a külső körülmény, ez a bizonyos járvány nagyon nagy súllyal esik alatba. Akkor is ezt mondaná Horváth úr, hogy ezt mondja, mint polgármester, amikor az ember, hogyha más nem, de azt nézi, hogy a Városligetben mi zajlik, mi történik, hogy mi a kommunikáció, mit mond a kormány, mit mond a főváros, mit mondanak például önök zuglóiak, hát ott szerintem a legtöbb embernek a fejében inkább valamilyen kaotikus állapotok uralkodnak, ez nem biztos, hogy ez így van a realitás talaján, de mintha ott ilyen káosz lenne, nem a beruházások apropóján. Ön például nyomon tudja azt követni, hogy például a biodómot ezt meg ki fogja befejezni, megvalósítani? A biodóm tekintetében ez egy nagyon érdekes helyzet, mert a főváros tulajdonában van az állatkert, amelynek a területén készül a biodóm, amelynek a teljes szakmai programját a kormány hagyta jóvá még a tartós időszak idején, sőt, ők biztosítottak hozzá 43 milliárd forintot, amire azért volt szükség, mert a kormány közeli vállalkozók az eredeti 7,5 milliárd forintról föltornázták. Persze a szakmai program is változott, de nem annyival, mint amennyiben a kivitelezés költségei. Tehát azok elszálltak. A befejezéshez kell még nagyjából 16-18 milliárd forint, ezt a tanulmány mutatta ki, amit közzé is tettünk, tehát bárki számára olvasható, és ebben van egy még további 5-6 milliárd forintos lyuk, ha a kormány azokat a támogatásokat odaadja, amikről már korábban döntött. Ön például minek örülne? Abban, hogy kivalósítsa meg, kifejezze be, kifinanszírozza például a biodómnak a befejezését? Őszintén szóval ez egy kormányzati projekt volt, tehát a kormánynak kell befejezni. A főváros készen áll arra, hogy a kormány már korábbi döntéseiben biztosított forrásokat kiegészítve befejezze a biodómot, tehát a főváros nem hajol el a feladat elől, megcsinálja. Ehhez képest nekem egy, ahogy ön is fogalmazott, kicsit zavaros a helyzet, mert azt mondták, hogy pénzt nem adnak, de majd befejezik maguk. Hogyan akarják befejezni? Kell a mi kiegészítő forrásunk is a befejezéshez, és a befejezés azt jelenti-e, hogy akkor ők elvégzik a munkálatokat, zsiráftól az oroszlánig minden bekerül a helyére, és majd utána visszaadják a főváros tulajdonába, hiszen a miénk maga a létesítmény, vagy pedig akkor úgy gondolják, hogy az állatkerten belül ők majd egy panonparkot működtetnek. Számos kérdés van, de ugyanennyire zavaros a Városliget, ami én ezt nem tekintem a Városliget részének, ez a szélén van, viszont a Városliget ugye az egy állóháború, ahol a főváros új vezetése és Zugló új vezetése egyértelművé tette, hogy semmilyen új épület ott már nem létesülhet, ami a korábbiakban nem készült el. Ez tudjuk, hogy három épületet jelent, vagy három létesítményt, több már nem lehetne. Ehhez képest a kormány folyamatosan feszíti ezeket a kereteket, úgyhogy én Zugló polgármestereként készítek el egy döntést, most engedje meg, hogy nem fogok ennek a részleteiről beszámolni, de néhány héten belül nyilvánosságra fogom hozni, hogy milyen jogi megoldások vannak, hogy ezt a kérdést egyszer s mindenkorra lezárjuk, és Budapest és Zugló visszakapja azt, ami jár. De mi alkotmánybírósághoz fordulnak, vagy hova fognak fordulni? Engedje az Európai Unió. Engedje meg, hogy még néhány apró jogi részlet van még hátra, ezeket még fel.
kiderítjük, és utána nyilvánosság előtt. Most tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártok, illetve az ellenzéki pártok által vezetett kerületek, vagy mondjuk akár a főváros szöges ellentétét mondja azt, mint amit mondjuk a kormányzat mond. De hadd tegyem fel, ezt nem tudom most, ez egy naív kérdés, vagy álnaív kérdés, majd eldönti, hogy nem lehetséges, hogy a kormány azért csapott most már az asztal, és azt mondja, hogy a gyerekek, akkor inkább megcsináljuk mi, mert mondjuk a Lánchíd esetében, ha csak az elmúlt hónapok kommunikációját, újságcikkeit veszi alapul az ember és olvassa, akkor azt látja, hogy olyan, mint hogyha ilyen fejetlenség lenne, mint hogyha a főváros sem tudta volna azt eldönteni, hogy meg akarjuk csinálni, meg tudjuk csinálni mondjuk akár abból a 6 milliárd forintos hozzájárulásból a Lánchidat felújítani, vagy sem. És a kormányzat meg lehet, hogy azt mondta, hogy ez ennyire bizonytalan, csak egy hídnak a felújítása, akkor inkább átveszünk sok mindent. Mondjuk egy 25-30 milliárdos hídfelújításhoz adott 6 milliárdos nagyvonalú kormányzati kiegészítés azért nem oldja meg a problémát. Ráadásul ebből lehet még ilyen bizonytalansági tényezőt is levonni, vagy levonhatni, nem tudom. Tegyük a helyére. A budapestiek naponta befizetnek 20 milliárd forintnyi adót. Erről sokszor beszéltünk. Tehát napi 20 milliárd. Ebből kevesebb, mint 2,5%-ot kapunk vissza a főváros és kerületei. Tehát nekünk a 2,5-ből kell a hidakat felújítani, a metrót felújítani, a BKV buszait cserélni, a parkjainkat fejleszteni, az útjainkat megjavítani. Tehát minden közfeladatra és fejlesztésre ebből a 2,5-ből kellene gazdálkodnunk. A kormány megláthatóan, és ez nem az új városvezetésnek szóló gesztus, hogy folyamatos elvonások és megszorítások érik az önkormányzatokat, hanem Orbán Viktor fideszes kormányzata valójában a kezdetek óta utálja az önkormányzatiságot, és lépésről lépésre szorítja ezt vissza. Itt nem csak az ellenzéki önkormányzatok sérülnek, és az ellenzéki önkormányzatok területén élő emberek sérülnek, hanem a fideszes önkormányzatok is. Van egy speciális irigység, ami ezt a folyamatot felgyorsította. Talán emlékszik, évelején, amikor a Covid-járvány beindult, a kormány pipogya módon tehetetlenkedett. Először azt mondták, hogy még maszkot se kell viselni, nem kell semmi, úgy jó minden, ahogy van. Az önkormányzatok ezzel szemben léptek. Én Zugló polgármestereként fölhajtottam egy soproni gyárkapacitást, és maszkokat gyártattam, és minden 60 év feletti zuglóinak azt kiosztottam, meg fertőtlenítőt, meg információt, minden. Tehát gondoskodtunk a mieinkről, akikért felelősséggel tartozunk. A kormánynak még hetekig tartott, mire eljutott odáig, hogy igen, akkor a védekezéshez szükséges eszközöket ő is megpróbálta beszerezni. Egyébként a mai napig nem adott a széles lakosságnak, ha úgy tetszik, a védekezéshez szükséges eszközöket, és hát a tesztelés ügyben ma is nagyon komoly hátrányok vannak. Van egy kollégám, aki komoly beteg, remélem, hogy nem covidos, de két napja nem ér ki hozzá mentő, hogy egyáltalán megállapítsa, pedig 40 fokos lázzal fekszik otthon. Na most, hogyha azért, hát, itt azért ez nem normális dolog. Hát egyébként az egész járványnak a helyzete nem normális, de nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, a legfejlettebb országokban is ugyanezekkel a problémákkal küzdenek. Biztosan is látta az Egyesült Államokból, hogy parkolókba, meg nem tudom, hogy milyen helyeken fektették le. Mindegy, most ne ugorjunk el, mert szeretném a támogatottságról is kérdezni, és tudom, hogy ezt hagytam utoljára, és ezzel veszem el talán a legjobban a kedvét a mai naptól, hogy az Ávec legújabb felmérése szerint önök a teljes lakosság tekintetében 5%-on állnak, mármint az önök alatt ugye az MSZP-t értem, de biztos pártválasztók sem, sokkal combosabb ez a helyzet, mert ott csak 6% a támogatottságuk. Ahogy nem is tettem fel kérdést, de nem is kell. Nem is kell. Ahogy Kovács Lászlót idézhetném, régen azt mondta, hogy nem. Ja, annyira tudtam, hogy ezt fogja mondani. Nem kutatást, hanem választást kell nyerni. Hát és akkor hogy tükröződik ez a mondjuk a különböző győzelmek? És éppen a hajnal Mikivel beszéltem kint a stúdió előtt, és mondta, hogy őket is lejjebb mérte egy kicsivel az Ávesz, de őszintén szóval nincs jelentősége. Tehát ezek a napi pillanat felvételek már csak ilyen hangulatjelentésnek tekinthetők, hogyha egyébként eltalálta a kutató cég éppen a napi számot, de nincs is jelentősége, ugyanis nem így fog a kérdés a választók elé kerülni másfél év múlva, hanem lesz a képzeletbeli ring jobb sarkában Orbán és a bandája, mert azért ez a kép már kialakult róluk, és a másik sarokban pedig lesz a demokratikus köztársaságpárti ellenzéknek egy miniszterelnöke, közös listája, közös jelöltje és közös programja. Ettől ez biztos a sokan megvan, elhatárolódnak ez a banda kifejezéstől, de mindegy, jó, igen. Hát a fideszes banda.
hát képviselőjelöltek, most nem tudom, hogy az mit értesz rád, hogy banda. Az, ne haragudjon, nem tudom másképp tekinteni azt a kormányzó elitet, akik az elmúlt 10 évben végre voltak az országban. Sértő, nyilvánvalóan sértő, de engem is sért az a munka, az a politikai tevékenység, amivel Magyarországon megcsonkították a szabadságot, és engedje meg, ha már a mai nap a szabadság napja, mert 1956. október 23-a a szabadság napjaként íródott be a magyar történelembe, akkor meg kell emlékezni arról, hogy szégyenletes, hogy egy ilyen politikai csapat vezeti Magyarországot, amely sárba tiporja a szabadság eszméjét. Valószínűleg még egyszer mondom, hogyha itt ülnének a kormánytag részéről többen, vagy legalább egy ember messze más mondana, de köszönöm szépen, hogy itt voltam. Méltó ünneplést kívánok. Köszönöm.